Zágráb a múlt héten a műkorcsolyázásnak ért. A város főterén ugyan csak a zászló, és ez a TV közvetítésekből is ismert szimbólum a műkorcsolyázás zágrábi meghonosodásának 100. évfordulóját hirdető korcsolya utalt a nagy versenyre. A Danicsics utcai sportcsarnokban azonban egy hatalmas gépezet gondoskodott az Európa-bajnokság kifogástalan lebonyolításáról, és egy majdnem ugyanolyan hatalmas gépezet arról, hogy estéről estére 25 európai országban és Kanadában a tévékészülékek előtt élvezhessék a színpompás nagyverseny legapróbb részleteit is. Soha eddig nem ment még Jugoszláviából ilyen sok országba színes tévéközvetítés, és soha eddig nem voltak még nálunk a tévékommentátoroknak ilyen kitűnő munkafeltételeik. I welcome you and I wish you good luck again. Tomislav Golubovics, az Eurovízió közvetítés főnöke estéről estére ezekkel a szavakkal köszöntötte a kommentátorokat 5-6 perccel a közvetítés kezdete előtt, s hogy milyenek voltak a munkafeltételek és milyen volt a verseny, arról beszélhetne régi ismerősünk, az osztrák televíziónak közvetítő Emerik Dancer, egykori háromszoros világ és Európa bajnok, csak úgy, mint az zágrábi Milka Bábovics, vagy éppen Gyulai István, a magyar televízió kommentátora. Higgyék el a kedves nézők, hogy nem udvariasság. Talán még sehol a világon, pedig már egy-két helyről közvetítettem én is, talán még sehol a világon ilyen jó körülmények között nem volt módom kommentálni ilyen színvonalas eseményeket, mint innen. Mindent beleértek ebbe, a technikai lehetőségeket, a jugoszláv szervezőket, a televíziósokat. Egy szóval tényleg nem udvariasság, még egyszer hangsúlyozom, nagyon kellemes körülmények között dolgoztunk. Nem tudom, hogy Regőci Krisztinának is ugyanez a vélemény a versenyzés körülményeiről. Nagyon jók a verseny körülményei, nagyon jók volt az edzésbeosztás, pálya lehetőség, csak egy kicsit nagyon meleg volt a pályán. Nem az izgalomtól volt az? Nem, az edzéseken még nincs izgalom, az csak a versenynél kezdődik. Az eredménnyel elégedett? Nagyon örülünk ennek a 7. helynek, aztán többet nem is kívánhattunk volna. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is a kedves szavakat. Annyi időnk sajnos nincs, hogy minden Európa bajnokot még egyszer megmutassunk, vagy pláne meg is szólaltassunk. A legjobban tündöklő királynőt azonban feltétlenül kamera elé kell kérnünk. A párosban 5-szörös világbajnok és 6-szoros Európa bajnok, szovjet Irina Rodnyináé a szó. В общем, в Загребе первый раз, и нам здесь все очень понравилось. Особенно лед. Тем более он нам принес победу, и я считаю, что все. Для нас и лед, и Загреб, и публика были настолько добры, доброжелательны. В общем, нам все здесь очень понравилось. A jégtánc királynőjének, a szintén szovjet Ljudmila Pahomovának a teljesítményénél tökéletesebbre talán már senki sem képes. Emlékeznek arra, hogy a péntek esti döntőben egy kivétellel csupa 6-ost adtak a bírók. Búcsúzóul élvezzük még néhány pillanatig Pahamova és Gorskov felejthetetlen jégtáncát.